Az idei élvonalbeli magyar labdarúgó bajnokság első számú meglepetés csapatának számít a negyedik helyen végzett Paksi FC, amely a szezon indulásánál a biztos bentmaradást jelölte meg célként. Van ok az örömre jócskán, részint azért, mert túllőttek a célon a szó legpozitívabb értelmében. Továbbá azért is, mert a Paksi FC ősszel már a bajnokság megkezdése után érkező új vezetőedzője, Bognár György olyan manapság ritka játékmódot, játékfelfogást honosított meg, ami csak a Paksi zöldfehéreket jellemezte az élvonalban, amivel meccseinek jelentős részén bevállalták az egész pályás, szinte végig a középpályás letámadásos futballt, vagyis a totális focit, amit még a világhírű holland Ajax honosított meg anno a 70-es években, amit nemzetközi elitben is kevés csapat alkalmaz. Az érhető tetten az én filozófiámban, hogy előrefele játszunk. Tehát a megszerzett labdával első szándékkal az ellenfél kapuja felé menjünk, ne totojázzunk, ne passzoljunk fölöslegesen 20-at, mert unalmas, nem beszélve arról, hogy hibát szül, ha hátul járatod a labdát, minél előbb kezdeményezzünk, és olyan meccseket játszunk, amiben van irám, van sok helyzet van. Ha van sok helyzet, akkor van sok gól is. Jegyezzük meg, edzői berkekben, hazai és nemzetközi viszonylatban nem kevesen öngyilkosságnak nevezik ezt a nyílt-sisakos Paksi támadó futballt, félve a labdavesztések utáni rendezetlen elcsúszó védekezés következtében bekapható góloktól. Így módon tehát totálisan végig egy-egy mérkőzésen nem merik bevállalni ezt a focit. Már csak azért sem, mert komoly erőllétet, gyorsasági állóképességet igényel a játékosoktól. Az erőllét kérdése ebben a játékban vita téma, nagyon sok edző és köztem. Ugyanis azt mondják, hogy azt nem lehet 90 percig csinálni, hogy az egész pályán letámadok. Ez nem így van. Hogyha nekem 80 métereket kell előre futnom meg hátra minden egyes támadásnál, az nagyobb alapálló képességet igényel, mint hogy 10-15 métereken gyorsan, állandóan letámadok és szűkítem a területet, labda felé védekezek. Gyorsasági állóképesség kérdése. Az alapálló képességet valaki 16 éves korára vagy megszerezte, vagy nem. Edzett állapotban van, vagy nem? Aki ezt nem tudja, nem kell ehhez teszteket csinálnom. Hát aki tudja csinálni a mérkőzésen, mindannyian látjuk, akik kijövünk ide, a nézők is. Aki tudja csinálni, játszik, aki nem, nem játszik. Nem lesz egyébként nagy játékos mozgás a nyáron. A tavalyi bajnokság közepette már korábban a kezei között felnőtt fiatalok leigazolásával, azok további beépítésével, vagyis Lorenz Mártonnal, Tamás Olivérrel, Szabó Bálinttal szeretné lerakni a közeljövő PFC-nek az alapjait. Az ügyvezető Haraszti Zsolttal félszavakból is értik egymást. Szerencsére egy hullámoszon vagyunk a Zsolttal, és az átigazolásokkal kapcsolatban 99%-ban egyetértünk, egyformán látjuk a dolgokat, vita nincs nagyon közöttünk, milyen posztra lehetne esetleg erősíteni, melyik, mire van szükség, így történt, ez egy igazolásunk már van, a Kinyiket leigazoltuk Debrecenből, mert úgy éreztük, hogy belső védőre szüksége van a keretnek, szeretnénk két belső védővel játszani, hárommal azért játszottunk a bajnokság nagy részében, mert nem tudtuk megoldani másként. Amennyiben az NB1 gólkirálya a magyar válogatottba meghívott Hán János eligazolna, amire van komoly esély, egy már bizonyított rutinos csatárt megpróbálnak mindenképpen a klubhoz csábítani.